verseny alatt kaptam mindenféle jó érzést, mindenféle felemelő érzést. Soha nem fogom elfelejteni. Ez a legjobb rész volt az egész versenyben, hogy azt mondja Miklós Erika, hogy és olyan pimasz vagy. Ez nagyon jó volt. A virtuózok kapcsán arra döbbentem rá, hogy a szüleim és a barátaim mind mennyire támogatnak engem. Például a szüleimnek mennyi ideje megy erre rá, de látom, hogy szeretettel csinálják. Ugye ez nagyon pozitív volt számomra. Rengeteg szakmai tanácsot is kaptam, úgyhogy ez önmagában már egy nagy erőlépés volt. Nem nagyon szerettem volna elindulni eleinte, mert az én személyiségemtől elég távol állt ez a média, ez a fajta teljes kinyílás. De ami engem meggyőzött, az, hogy tulajdonképpen ez nem rólam szól, ez az egész bármilyen furcsa. Én ilyen versenyen nem is indultam, aminek ennyire nemes céljai lettek volna, mint például az, hogy a komoly zenét az emberekhez közelebb vigyék. Ez egy óriási dolog. Egy álmom mi lenne az, hogy... Igen? Gondolkozik, már sok minden van itt. Becsukom a szemem, és 10 év múlva kinyitom. Kérdezték óvodában is mindig, mi az álmod. Én mindig azt feleltem, hogy gyógyítani szeretnék kezemmel. Csak egy. Szeretném a klarinétos lennék. Lenne egy alapítványom. Egy olyan gyermekeknek segítő alapítvány, akik hátrányos helyzetben vannak, vagy nincs családjuk. A legmagasabb rezgés a zene. Én ebben teljesen biztos vagyok, és ezt érzem is. Játszottam jótékonysági koncerteken, onkológiai intézetben, és én nagyon remélem, hogy egyszer tényleg olyan helyzetbe kerülök, hogy tudok segíteni másoknak. Ha lehetne 3 kívánságom, ez mindenképpen a szüleimnek a hosszú élet, nekem a szeretetteli élet, és az a zongoraművészet lehet.